Ünnepélyes átadóval egybekötött bemutatóra került sor a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégiumában, ahol gyártásszimulációs eszközökkel bővült az intézmény. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja elmondta, nagyon fontos, hogy már az oktatásuk során lehetőségük legyen a gyerekeknek olyan eszközökkel megismerkedni, amilyenekkel a későbbiekben egy cégnél is találkozhatnak. Az eszköz, ami most átadásra kerül, egy nagyon csúcs technológiát képviselő eszköz. Azt gondolom, hogy egy olyan eszköz került most a centrum birtokába, illetve egész pontosan ide az Ady iskolának az egyik tantermébe, amely országos szinten is legmagasabb színvonalat képviseli, és nagyon bízom benne, az oktatásunk színvonala ezáltal még jobb lesz és magasabb szintű lesz. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere úgy nyilatkozott, örömmel tölti el, hogy a Tolnai megyeszékhely egyik meghatározó iskolája is részese lehetett egy ilyen komoly fejlesztésnek. Szakképzett munkaerőre van szükség, és hát minél képzettebb egy ember, annál magasabb szintnek és elvárásoknak tud megfelelni, és gyakorlatilag itt helyben, ezen a szimulátoron nagyon-nagyon sok mindent meg lehet tanulni, és mivel, amikor már egy termelő üzembe kerülnek, akkor megfelelő alapossággal és megfelelő tudással vannak felvértezve. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke szerint a gazdaság fejlődését követnie kell a szakképzés fejlesztésének is, így biztosítható, hogy korszerű és modern eszközökkel lehessen oktatni. Meg kell barátkoznunk nekünk korosabbaknak azzal, hogy olyan technológiák, technikák vonulnak be az ipari termelésbe, de a mezőgazdaságba, a mindennapi életbe, amely számunkra vadidegen. Egyrészt azért, mert olyan mérhetetlen tudással rendelkeznek, másodszorban azért, mert olyan hatékonyak. A beruházásnak köszönhetően egy teljes gyártósori szimulációval találkozhatnak a diákok, kezdve a darabok összeillesztésétől egészen a logisztikai folyamatokig.